Az Indie Rádió mai vendége Lányi András, aki a magyar civil társadalom jobb közepén helyezkedik el. Már önmagában érdekes, hogy az a bizonyos civil társadalom, amelyik magát valamelyest, vagy egészében az elittel szembe helyezkedve határozza meg, mégis tartja magát az elit által feltérképezett geográfiához. Dehogy tartja magát, ti tartjátok magatokat. Ki mondta azt, hogy jobb középen helyezkedek el? Itt ebben a karosszékben helyezkedek el, már bocsánat, hogy rögtön az elején felbosszantottatok. Hát éjjel-nappal azt mondtuk, már ilyen szlogánszerűen, hogy az ökológiai politika nem helyezhető el a bal jobb skálán, azért nem, mert merőleges erre. Tehát mi úgy képzeljük, hogy az egész bal jobb egy olyan kis elavult színpadon kulisszák előtt játszódik, amilyen mi legfeljebb a nézőteről tudunk bekiabálni, vagy bedobálni a sörös üvegeket. Egy biztos, hogy mi nem vagyunk rajta a skálán, és ezt nagyon komolyan mondom. Akkor viszont egészen más jellege kell, hogy legyen, vagy oka kell, hogy legyen a civil társadalom megosztottságának, tehát akkor egészen más pólusok, tehát akkor nem ezek a pólusok, ezek a politikai pólusok osztják meg, de valamiért azt látjuk, hogy vannak Siffer Andrások, meg vannak Lányi Andrások, meg vannak Tamás Gáspár Miklósok, meg vannak Szalai Erzsébetek, és hogy ők érintkeznek, de ugyanakkor viszont valami, mind a közben, hogy van egy nagyon-nagyon közös civil tartománya ennek a dolognak, ennek ellenére valahogy mégis máshogyan képzelik el, és nem pusztán a hangsúlyok vannak máshol, sok esetben nem is nagyon tudnak együttműködni egymással. Valóban, de ennek nem világnézeti okai vannak. Tehát Magyarországon történelmi hagyománya van az ország megosztottságának. Egyszer egy tanulmányomban azt magyarázgattam, hogy ez inkább strukturális, tehát mindig más okokból, de mindig, mert ez egy megosztottsághoz szokott ország, de ha csak a 20. századot veszük, akkor már tudjuk, hogy hol vagyunk. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, családi hagyomány, előítélet, az emberek egyik fele többet szívott a úgynevezett baloldali rezsim alatt, az emberek másik fele többet szívott az úgynevezett jobboldali rezsim alatt. Én örömmel jelenthetem, hogy olyan családból származom, ami mind a kettő alatt nagyon sokat szívott. Ez egy jó alap a politikai függetlenséghez. Komolyan azt gondolom. Tehát az, hogy sajnos a civil mozgalmakat is igyekeznek betolni, ez a politikának érdeke, a társadalomnak hajlama, hogy elhelyezzen minket. Komoly érdekek fűződtek ahhoz, hogy 2006-ban, amikor a Élelánc Magyarországért megalakult, akkor minket betoljanak a jobb középbe. Mi kézzel lábbal kapálóztunk, ez akkor még nem hallatszott, de hát azért most már hallatszik egy kicsit, amit csinálunk, mondom, és abban hol volt olyasmi, amit inkább a jobb, mint a baloldalon tudna elhelyezni. Most függetlenül attól, hogy kérdezem én, hogy a baloldali, ami baloldalunk, már úgy értem a parlamenti baloldal, mitől baloldali. A jobb oldalval kapcsolatban is felvetődhet ez ugyanúgy. Ott is sok minden felvetődhet. De tehát, hogyha nem világnézeti okai vannak, akkor viszont meg az a kérdés a jogos, hogy nem illene ezeket félretenni, ha már próbálunk szembefordulni, vagy megpróbáljuk meghaladni a jelenlegi politikának a tanult tehetetlenségét és a 20. századból hordozott degeneráltságát, akkor nem lenne indokolt ezeket a nem ideológiai alapú ellentéteket vagy nézeteltéréseket egy kicsit meghaladni vagy félretenni? Nem, a fenét nem. Én azt hittem, amikor a védegyletet csináltuk, hogy a legjobb úton járunk, hiszen ott tényleg különböző világnézetű, mondjuk így konzervatív, szociáldemokrata, zöld, többé-kevésbé mindenki zöld volt persze, emberek találkoztak össze, és amikor elhatároztuk, hogy mi a politizálást annyira komolyan vesszük, jobb hián nincs más megoldás, hogyha tenni akarsz valamit, hogy még a parlamenti választásokon is elindulunk, bár ez a legkevésbé jellemző ránk az ilyen ambíció, és ebbe belevágtunk, akkor derült ki hirtelen egy ilyen szakadás keletkezett a akkori védegyletben, és a végén csak azok követtek, akik a szűke baráti köröm követett, mások meg nem. Itt ennek a szakításnak biztosan volt ilyen bal-jobb oka, de nem azért, mert az ökológiai politika baloldali vagy jobboldali, hanem azért, mert a magyar politikai erőtérben nagyon erős mágnesek működnek. Nagyon erős mágnesek polarizálják az embereket, és ahol csak egy személyi ellentét, vagy mit tudom mi van, abba belekapaszkodva el tudták, ezt ketté tudták rántani a védegyletet, amit én végzetes bajnak tartok ott, akkor ez a mi indulásunkat reménytelenné is tette. Mi becsülettel végigküzdöttük, tudtuk, hogy miért csináljuk, ez később beigazolódott,
Tehát, hogy ez a szörnyű, reménytelen küszködés a választáson, ez mégiscsak megalapozott, hogy azóta több éve tulajdonképpen sikeresen zajló civil mozgalmat. De hát kezdhettem előről, ahogy 2000-ben a Védegylettel, ahogy 98-ban a Dunakartával, és már kicsit öregecske vagyok az újrakezdéshez, de hát megcsináltuk, köszönjük. De azért, hogy elindulhasson a választáson, ahol hát borítékolva volt a reménytelenség és az esélytelenség, azért érdemes volt szétrántani a Védegyletet? Persze úgy hangzott el az imént, hogy ők, de miért is ők? Hát hiszen a Védegylet még most is létezik, Lányi András lépett ki a Védegyletből, hogyha jól értem, hogyha jól emlékszem. A Védegylet lépett ki Lányi Andrásból, ez most minden. Tehát a Védegyletet, ugye Karácsony... Erősen hangzik, ez úgy hangzik, mint amikor Dali azt mondta, hogy engem nem zárhatnak ki a szürrealista iskolából, én vagyok a szürrealizmus. André Breton lépett ki a Salvador Daliból, tehát ez mintha így hangzana. Igen, körülbelül így is gondolom. Tehát a Védegyletet, egész pontos lehet, egy sikertelen staféta átadási kísérlet volt, és ez egy visszafordíthatatlan veszteség a magyar ökológiai mozgalomnak. A nagy öregek még mind ott voltak, én vagyok a legfiatalabb öreg. A nagy öregek még ott voltak, hogy átadják a stafétabotot. Egy érdekes csapat gyűlt össze fiatalokból, és a staféta váltásban közbejött az a gigszer, hogy éppen azok az emberek, akik a leginkább akartak pártot csinálni a Védegyletből, azok, amikor elindultunk ezen a úton, hogy pártként jelenünk meg a választásokon, akkor támadtak meg, többek között megvádoltak azzal, hogy én jobbra húzom a Védegyletet. Lényeg az, hogy sikerült egy olyan szakítást kiprovokálni, ami hát az én elkeseredett és szomorú távozásommal ért véget, úgyhogy mégiscsak én távoztam el a barátaimmal persze a Védegyletből, csak ezzel az a hagyomány, és az a folytonosság is elveszett, amit így se ők nem élvezhetnek, akik ott maradtak, se én. Akik ott maradtak, azoknak a nagy része azóta is jó barátom, ezek olyan, akik nem akarnak politikai ügyet csinálni a környezetvédelméből, ez nagyon rokonszenves. De ott maradtak azok is, akikről aztán kiderült, hogy nagyon is pártban gondolkodnak, csak bizonyára egy olyan pártban, aminek a fő jellemvonása az, hogy én nem vagyok benne. Hát van ilyen. Féltékenyek voltak? Nem, ezt én nem mondtam. De hát akkor miért akartak egy olyan pártot, melynek fő jellemvonása, hogy nincs benne lány? Hát miért nem kérdezett meg tőlük? Hát én honnan tudtam? Gondolom, hogy van sejtése, de hogyha az a sejtése, hogy lányi nélküli pártot akarnak, akkor nyilván ez a sejtés ez kiterjed arra is, hogy mi lehet az oka annak, hogy ők nem akarták a lányit. Valóban, de annyi mindenről tudok beszélni, hogy arról, amiről csak sejtéseim vannak, arról nem kívánok. Nem lehet, hogy túl korai volt 2006-ban gondolkodni ökopártban, és nem inkább, sokkal inkább most érett meg erre a magyar politika, és lehet, hogy most sikerre járna egy ilyen kezdeményezés? Miért pont most? 1988-ban vetődött fel először egy ökológiai párt megalakítása, 1990-ben ismét. Akkoriban valóban azt mondtam, hogy korai még, készületlenek, tudatlanok vagyunk, a magyar társadalom most más illúziókat fog kergetni, ez bekövetkezett. Idő kell ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy nekünk azon az úton már nem terem fű, ahol a nyugati társadalmak valamilyen áron, valamilyen jólétet elértek, hogy nekünk nem arra kell menni, majd egy kis idő. 2000 óta egészen, igen, tehát 2000 óta biztosok benne, hogy ilyen értelemben időszerű a dolog, az ökológiai katasztrófa olyan tempót diktál, amit különben sem mi határozunk meg, a magyar politikában pedig ez a tökéletes patthelyzet, hogy semmilyen konstruktív elképzelés, se a jobb, se a bal, az úgynevezett jobb, se az úgynevezett bal oldalon nincsen, ez 2006-ban pont úgy megvolt, mint 10-ben. Én ezzel egyetértek, hogy az ökológiai krízis az sürgetővé teszi ezt, ugyanakkor az emberek még erre nem nyitottak. Tehát a lakosság lehet, hogy értelmiségi körökben ez már egyértelmű, de még egyébként ott sem mindenhol nyilvánvalóan, de az átlag ember az még mindig idén, illetve mondjuk 2007 óta már nem annyira, de még mindig bal és jobb kérdésében, MSZP és Fidesz kérdésében gondolkodik, és én leginkább most érzem azt, hogy mostanra jutottak el oda az emberek, hogy tökéletesen elegük van ebből a két táborból, és most van egy vákum szerintem, egy politikai vákum. Te fiatalabb vagy. Tehát ki mikor jut el, kinek mikor lesz elege a bal jobbból? Nekem már nagyon régóta elegem van, de az átlag ember, hát még mindig 70%-os támogatottsága van Orbánnak, tehát még mindig azt lehet mondani, hogy nagyon sok ember megy el rá szavazni.
Tehát akkor most se időszerű. Hát nem azt kell nézni, könyörgöm, ez olyan, mint a művészet. Nem akkor hozol, írsz egy verset, amikor úgy érzed, hogy a közönség vevő lesz rá, amikor érzed, hogy ezt a verset most már meg kéne írni. Igen, de azok a művészek igazán nagyok, akik a megfelelő időben tudják bedobni azt, amit kitaláltak, mert ha túl korán, akkor levágják a fülüket és belehal, és éhen halnak, vagy elégetik a műveiket, mert a közönség nem vevő rá. Tehát nem mindegy, az ember mikor dobja. Minden alkotás időigényes. Tehát ahhoz, hogy most legközelebb, hogy fokozatosan megismertessük, és majd azután sikerre vigyük ezt a politikai alternatívát, amiben hiszünk, ez egyszer ki kellett lépni. Arra az egyetlen cirkuszi porondra, ami Magyarországon be van világítva és be van mikrofonozva, másodta nem tudsz igét hirdetni. Mi tömpen jól jártunk azzal, az Élőlánc miért olyan ismert, és nem eléggé ismert, de és miért aránylag népszerű, ugye erről most vannak felmérések. Azért, mert ezzel a bármennyire sikertelen indulással egy olyan helyre helyeztük el magunkat, ahol már kaptunk annyi figyelmet, nem többet, de annyit kaptunk, hogy amit csinálunk, az eljusson az emberekhez. Hát a többi rajtunk múlik, és időkérdés. Ezt egyszer el kellett kezdeni. Én mélységesen egyetértek ebben a gondolatmenettel, és nagyon nem értek a Dáviddal annyiban egyet, hogy nem gondolom, hogy a politikai, a jelenlegi politikai erőviszonyok mentén kéne egy ilyen civil szerveződésnek elhelyeznie magát, és azt latolgatnia, hogy az összödi beszéd, vagy a jelenlegi kormányválság az milyen hatással lehet, vagy lesz bármilyen ilyen civil szervezetre. Azért gondolom ezt két ok miatt. Egyrészt, mert nagyon sürgető a dolog, egyrészt ugye a globális problémák miatt, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy felnőtt egy generáció, amelyik tökéletesen agymosott, fogyasztásfüggő, a fogyasztási komfortba tökéletesen szocializált, aki számára a fenntartható fejlődés az olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől, és ezzel a generációval minél hamarabb szót kell érteni, mert ezeknek a gyerekeit már megszólítani se lesz igazán esélyünk. A második az az, hogy ezeknek a civil szervezeteknek egy teljesen új mozgástér áll rendelkezésükre. Ők fogják tematizálni, ha ügyesek és határozottan fejtik ki az álláspontjukat, akkor teljesen új politikai mozgásteret tudnak maguknak kikövetelni, ahogy ezt tette egyébként Gyurcsány Ferenc. Nem érdekelte őt a hagyományos baloldali vagy jobboldali retorika, csinált egy új játékteret, ahol csak ő nyert, és azt gondolom, hogy erre ugyanúgy megvan ezeknek a civil szervezetnek a lehetőségük. Számomra a legfontosabb kérdés az az, hogy a fogyasztói társadalom hétköznapi zsoldosaival, tehát a pláza cicákkal és a pláza fiúkkal milyen kapcsolatokat keresnek ezek a civil szervezetek, mert rajtuk fog múlni ennek a földbolygónak a jövője. Ebben van egy pici naivitás. Nem is naivitás, hanem a régi 19-20. Századi mozgalmi mentalitás. Tehát azt csak a régi baloldali mozgalmak hitték, hogy közvetlenül a tömegekhez fordulunk, és leviszik az eszmét a tömegek közé. A világ úgy működik, hogy minden új politikai elképzelés először szükségképpen kisebbségi, kevesen vevők rá. Ez nem biztos, hogy a top értelmiség, majdnem biztos, hogy nem az oligarchia. Nagyon gyakran az elit gyermekei, ugye az uralkodó osztály renegált gyermekei, azok, akik először vevők rá, és megengedhetik maguknak, hogy ezt megértsék, gondolkodjanak. A szülők elleni lázadás elviszi őket a társadalmi rend elleni lázadáshoz, ez tök jó. De az biztos, hogy innen az még egy következő lépcső, esetleg egy következő generáció, aki majd már a plázacicákat is meg tudja szólítani. De azért olyan rohadtul sürgős a dolog, mert már a ti nemzedéketeknek is, tegeződjünk inkább, jó? A ti nemzedéketeknek is az a baja, problémája, hogy már nincs tapasztalatotok a történelmi változásról. Tehát én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy belenőttem egy nagyon rohadt rendszerbe, amiről sokan azt hitték, hogy nem változhat. Speciális még 56-ban is már gyerek voltam, és egy nagy, majdnem felnőtt bátyám nyakába ott voltam a BEM téren. Tehát láttam azt, hogy lehet, hogy ilyen van, hogy forradalom, hogy az emberek kimennek az utcára. Aztán volt egy hosszú rendszer, úgy nézett ki, mintha soha nem akarna véget érni. Ezért most is úgy nézek erre a rendszerre, ami úgy néz ki, mintha soha nem akarna véget érni, hogy lehet, hogy holnap összeomlik és véget ér, és nekünk arra érdemes készülni. De nekem van egy ilyen empirikus tapasztalatom arról, hogy a világ változik, és ha már többen lesznek
azok, akiknek nincs ilyen, akkor sokkal nehezebb lesz. Hát ennek a rendszernek nincsen alternatívája, annak a rendszernek volt egy alternatívája. Ennek a rendszernek csak alternatívája van, bocsáss meg, ez a rendszer nem alternatíva. Ez a rendszer meg, nem hát, de én meg ezt látom naivitásnak, mert az a rendszer vasfüggöny mögé volt zárva, és volt egy másik rendszer, ami lehet, hogy épp oly embertelen és fenntarthatatlan, talán nem, de most ne is vitatkozzunk erről, egy másik rendszer. Tehát ott volt egy, és volt egy másik. És az összeomlásában azért lehetett bízni, mert volt egy másik modell, amihez képest az összeomolhatott. Ha ez a rendszer összeomlik, akkor, hogy mondjam, mi sül ki abból? Mi? De ez nem jelentheti azt, hogy nekünk konzerválnunk kell ezt a rendszert. Senki nem mondta, hogy konzerváljuk ezt a rendszert. Rámutattam egy különbséget. A bármi jobb, abban abszolút nem értek egyet. Tehát ebbe ezzel most nagyon határozottan. Ez az a rendszer, amelyik olyan gyorsan fogja a lehetőségeinket beszűkíteni a nullára, hogy nem veszük észre. Tehát még két levegővételünk van azon, hogy a Föld egyáltalán élhető hely legyen. Tehát tényleg bármi jobb, mert ha azonnal megállítjuk ezt a gépezetet, az is jobb. Igaz, hogy összedől minden, és nem lesz áram, és nem lesz, mit tudom én, minden, de akkor is jobb, mint az, hogyha a pusztulásba rohanunk. Civilizációs katasztrófák akkor szoktak bekövetkezni, amikor egy rendszernek nincs alternatívája. És hát most éppen ezen a ponton vagyunk, és erre már a 60-as években rájöttek ugye a frankfurtiak és az új baloldal, hogy ennek a technológiai, gazdasági logikának az uralma, a technológiai észszerűség uralma két formában működik a világban. Van ennek egy ilyen piaci versenyes, meg van egy ilyen központi diktatúrikus formája, de ugye a kettő lényegében ugyanaz. És tehát ez majd nagyon régi, tehát ha úgy tetszik, már akkor se volt alternatívája, és éppen akkor kezdtek hozzá ahhoz a gondolkodáshoz, amelynek nyugodtan vallhatjuk magunkat az örököseinek, hogy ennek a totalitárius, manipulatív rendszernek, vagy ma mondja globális kapitalizmusnak nevezünk, mindegy, minek nevezünk, ennek keressük. Ha nincs alternatívája, nosza keressük meg. És furcsa módon ezen a ponton azok, akik a helyi közösségeket védő, ha úgy tetszik, konzervatív gondolkodásúak, és azok, akik a közszabadságnak és az emberi méltóságnak egy inkább baloldali, liberális védelmezői, egyszer csak nem találjuk, hogy miben is különbözünk mi egymástól. És hát ezen a ponton kezdődik szerintem az ökológiai politika. Igen, de minden ennek az alternatívának a kitermelődésére vár, és mindenki ennek az alternatívának a kitermelődésére vár, és könyveket ír erről, stb., csak hogy nem nagyon látszanak ennek az elképzelt rendszernek a feltételei. Tehát úgy a politikai feltételei, egyetlen egy alternatíva látszik, ami valóban versenyképes alternatívaként jelentkezik, ez az iszlám. Mint ennek a világrendnek az alternatívája. Az iszlám az, hogy az én véleményem szerint nem más, mint ennek a rendszernek az egyik előfoka, felvilágosodás előtti nem státusza. Hiszem, hogy az lenne az alternatíva, tehát lehet egy nyugati típusú alternatívája is ennek is. Nagyon... A lehet szóra hadd hívjam rá a figyelmet, hívjam a figyelmet arra, hogy Nyugat-Európában sokkal kulturáltabb, civilizáltabb népek élnek, mint itt, és ott már nagyon nagy lépéseket tettek, igaz, nem eleget, de Dániában szélerőművekkel is termelnek áramot, Magyarországon nem egységes szinten állunk. Ez nem egy másik rendszer. Nem egy másik rendszer. Rendben, de már egy konfliktus kezelés, tehát már egy lépés arra, hogy ez változzon. Könnyű a konfliktusokat kezelni a gazdag országokban, tehát az úgynevezett gazdag országokban a rendszer azért képes tovább élni, mert tudja, otthon tudja kezelni a konfliktusokat, vagyis hogy áthárítani más országokra. A most feljövő nyíltan diktatúrikus országok, tehát Kínától, Iránon át az iszlám országokig, ott pedig éppen az extrém szegénység, a nagyobb kiszolgáltatottság teremt egy alternatívát, ami mélyen belül van ezen a rendszeren. Ezek a globalizáció, ha úgy tetszik, haszonélvezői. Az iszlám terroristák, azok integráns részei és fő haszonélvezői a globalizációnak, egyébként pedig az olajmilliókat fordítják át fegyveres erőszakba.
ezek nem igazi alternatívák, ezek annak a katasztrófának a különböző árnyalatai, amiről beszélünk, hogy hol születik az alternatíva. Egy, ezt így nem lehet kijelölni, mint hogy a Mengyelev kijelölte a hiányzó elemet a periódusában, de ha akarok valamit fantáziálni, akkor azt mondom, hogy talán a nem túl gazdag és nem túl szegény országok, ahol már szívjuk eléggé az egészet. Igen. Eléggé szívjuk, de azért még van annyi időnk és erőnk, hogy gondolkodjunk. Nem vagyunk annyira betegek, éhesek, dühösek, hogy ne tudjunk gondolkodni. De elkényelmesedettek és kielégültek sem, úgy érted? Sajnos igen. Meg, hát van nekünk más bajunk a saját hagyományunkkal. Itt a közös érdekérvényesítésnek nincsenek hagyományai, itt a demokráciának, a hatalom nyilvános ellenőrzésének nincsenek hagyományai. Hát mindenkinek megvan a maga baja. De semmivel se rosszabb vagy jobb hely ez a miénk, mint a többi. De még megtanulhatjuk mindezeket, tehát azért nem vagyunk elvágva. Igen. Ha nagyon kotorászunk azért a történelmünkben, akkor nem kell olyan messze menni, hogy találjunk itt Kelet-Európában a szolidaritástól az 56-os forradalomig közeli párhuzamokat. Én rettenetesen szkeptikus vagyok, ami a magyar lakosságot egy ilyen változás kapcsán illeti. Azt gondolom, hogy a magyar lakosság az még mindig azt várja, hogy a fogyasztói társadalom hollywoodi filmekből lenézett csodálatos világa az mikor érkezik meg hozzá, és hihetetlenül csalódott a rendszerváltásban elsősorban nem azért, mert nem hozott döntő változást az emberi jogokat illetően, nem hozott döntő változást a szólásszabadság, vagy stb. Nek a kérdéskörében. Mondok egy példát, amikor csináltunk egy utcai beszélgetést arról, hogy mennyire van bekamerázva a városa, senkit nem zavart, hogy hányszor figyel meg az állam, viszont nagyon zavarja őket, hogy nincsen pénzük a fogyasztói luxus cikkekre. Azt látom, hogy ez a társadalom rettenetesen fáradt, frusztrált és nagyon csalódottan várja a fogyasztói javakat. Ez a fogyasztói társadalom felé akar rohanni ez a társadalom mindenáron. Ez korán sem egyértelmű. Az embereket valóban a média értelmiséget, ti egy alternatív média értelmiség vagytok. Titeket az zavar a legjobb, hogy be van kamerázva. De idefej azt az embert, aki nem tudja eltartani a családját, aki fülig úszik az adósságban, mint én, aki látja maga körül szétrohadni azokat a rendszereket, egy kulturális rendszer, a gazdasági rendszer, aki nem tud megélni, aki ott ül egy hihetetlen termékeny földön, van elképzelés arról, hogy hogyan kéne azon gazdálkodni, de a kutya nem veszi meg. Tehát olyan sok minden keseríti az embereket, hogy egyáltalán nem gondolom, hogy ez még mindig, tehát ez a csalódottság, ez egy kicsit már túl is lendít azon, ami a fogyasztói jóléttel kapcsolatos illúzió volt. Egyre többen jönnek rá arra, hogy ez egy átverés volt. Csak egy mondat, mert szerintem itt a dolognak a kulcsa, hogy nem látom azt a magyar társadalmat, amelyiknek közlik, mondjuk ökopolitikát vívő párt nyer, és azt mondja, hogy jelenleg most a költségvetés úgy fog kinézni, hogy rendesen megfaricskáljuk az állami szolgáltatások nagy részét, és ezért cserébe ökológiailag gazdaságot, mondjuk szélerőművekbe fog fektetni az állam, és ez a mi magyar társadalomból, mint közösségből, ez komoly áldozatokat kíván. Én nem látom késznek ezt a társadalmat meghozni ilyen áldozatokat. Én azt gondolom, hogy ez a társadalom, ezt 25-ször megrabolták ahhoz, hogy most követelje magának a jussát, és nem fog tudni abba energiákat, pénzt, erőt és munkát belefektetni, hogy meghozza az ilyen típusú változást, sokkal szükséges erőfeszítéseket. Ez nem egészen így van, mert a kommunikáció, amit most te mondasz, vagy te használsz, ez pontosan a jelenlegi rendszernek a kommunikációja, hogy nagyon sokba kerülne nekünk, ha át akarnánk állni egy ökológiailag fenntarthatóbb modellre, holott arról van szó, hogy ez fenntarthatatlan. Tehát az, hogy 10.000 forintért vehetsz egy autót, havi 10.000 forintért, és a város tele van autóval, és hosszú kilométereken kígyóznak az autók, és belélegezhetetlen a levegő, és ez olyan károkat okoz a lakosságban, tehát ha nem nézem azt, hogy a természettel mit művel, de mondjuk az emberi egészséggel mit tesz, és emiatt a Budapesten élő emberek átlag élettartama 3 évvel rövidebb, mint a vidéken élőké, akkor, és azt is akkor a forgalmi dugókba töltik. Akkor mi a fenntarthatatlan, és mi az, ami áldozatokat követel? Éppen ez a rendszer. Kösz. És hogyha nagyobb adó lenne az autón, és mondjuk nem lenne áfa a kerékpáron, és stb. Millió olyan apró dolgot lehet művelni, vagy fákat ültetnének, hogyha önkormányzati kézben lenne mondjuk a parkolótársaság, nem magánkézben, a bevételből fákat tudnának ültetni, akkor az emberek életminősége javulna, az élettartama javulna,
és akár az élet kedvük javulna, tehát ez éppen nem áldozat, hanem ez lenne egy áldás. Én egy pillanatra nem fogom vitatni azt, hogy mekkora szüksége lenne ezekre az intézkedésekre. De én abban vagyok baromi biztos, hogy amikor azt magyarázod majd el embereknek, hogy azért fogom megadóztatni az autókat, mert az fenntarthatatlan, hogy ilyen büdös a levegő, és mindenféle betegségbe és tüdőrákba fogsz három évvel hamarabb meghalni, mint ahogy tudjuk, hogy Budapest levegője 3 évet vesz az életedből, akkor ez a társadalom azt fogja mondani, hogy nyasgem, egészen ideig erre vártam, és most ki is fogom követelni. Bocsássatok meg, de az egész beszélgetés egy téves paradigmában zajlik, egy rossz mederben zajlik, mert folyamatosan a társadalomból próbáljátok meg levezetni a politikát, ott a politikából vezetjük le a társadalmat. Tehát ide, kit érdekel, hogy mire fogékonyak az emberek? Kit érdekel, hogy hol van ennek köze a politika valóságához, a költségvetési számokhoz? Hol dönt az, hogy az emberek mit szeretnének, vagy mit akarnak, vagy mit gondolnak, és hogy a társadalom felkészült-e vagy sem? Kit érdekel, hogy mire felkészült a társadalom? Az fog történni, amit a szűk elit akar. És a szűk elitnek a szándéka az az ő személyes politikai érdekeit, a klientúrájának az érdekeit fogja tükrözni, és a társadalomnak pedig ezt fogják lenyomni a torkán, hogy minek a segítségével megvannak erre a nagyon jó kis marketing eszközök. Az emberek azt fogják akarni, amit ezeknek az eszközöknek a segítségével, megvannak hozzá a politológusok, megvannak az elemzők. Menjünk tovább, ez nem pusztán erről szól, mert a politikus meg azt csinálja, amit a gazdaság diktál neki, mert hogy éppen azt látjuk, hogy a politikusok nem pusztán a saját érdekeiket és képviselik, és a saját akaratukat viszik keresztül, hanem gazdasági körök érdekeinek felelnek meg, és azt erőltetik ránk. Tehát itt arról van szó, hogy engem fogyasztóvá silányítottak, akkor én, mint fogyasztó, követeljem ki magamnak a jogot egy élhetőbb városért, városhoz, és onnantól kezdve a gazdaság észreveszi, hogy hoppá, biznisz van a zöldekben, biznisz van abban, hogy fákat ültetek, vagy bicikliket árulok, vagy akármi, ez most nagyon leegyszerűsített banális példa, de a lényeg az, hogy onnantól lesz majd esetleg a gazdasági lobby csoportok részéről egy nyomás a politikára, hogy változtasson abba az irányba. Igen, csak nincs ilyen, hogy a gazdaság, mint hogy olyan sincs, hogy a politika, és az sajnos tény, hogy a mostani világgazdaság pontosan azoknak az ágazatoknak, azoknak a gazdasági szereplőknek kedvez, akik a leginkább környezetpusztító, legkártékonyabb, a leginkább embert silányító és minőségromboló gazdasági tevékenységben érdekeltek. Ők fizetik a politikusokat és azt a marketinget, ami a politikusokat eladja, tehát a médiát és a tömegkultúrát, és hát ővelük szemben igen éles az ütközés. Ebben a helyzetben a fokozatos térnyerésben nem is igazán hiszek, inkább egy átcsapásban. Tehát ha igaz az, hogy az ökológiai politika alternatívát kínál, akkor az azt jelenti magyarul, hogy rendszeridegen. Ha egy politika rendszeridegen, az azt jelenti, hogy a rendszer mindig ki fogja tudni vetni, bohócot csinál belőle, korumpálja, majd csak figyeljetek, egészen addig a pontig, amikor egyszer csak... Ez már egy forradalmi ideológia. Amit én egy lányokról sosem hallottam. Ez egy forradalmi ideológia, ritkán hallgatsz. Én tőled korábban mindig ezt az ilyen lassú vízpartot mos stratégiát hallottam. A lassú vízpartot mos, és eljön az a pillanat, amikor a part leomlik. Aha, és ezt te mikorra várod, hogyha most próbálnál jósolni? Figyelj, hány óra van? Aha, ez ma történik? Nem, azt hiszem, hogy addigra én egy kép leszek a falon. Ha én is így gondolom. De szerintem egyébként itt, hát meg a hallgatók is, meg mi is mind. Én azt hiszem, hogy ennek a rendszernek nincs több 20 évnél. Így, ahogy ez most Magyarországon zajlik, illetve világszinten, ebben nincs több 20 évnél. A másik kérdés. Egyikünk sem a futurológiai tanszékről jött, úgyhogy ez bízunk a jósdákra. Ez egy megérzés. A másik kérdés az, hogy melyik falon leszel kép? A fiadnak a falán leszel kép, vagy pedig a pártbizottságnak a falán leszel kép, vagy a kormányhivataloknak a falán leszel kép? Hogy tervezed ezt? Mert hogyha már ez így fölmerült, hogy te egy kép leszel a falon, ezt a kérdést föl kell tennem. Erre nincsenek terveim. Ennek az ütemét, ezt elsősorban nem mi diktáljuk, hanem a tőke. Tehát a tőke felhalmozásnak... Ez most az ökoszisztéma diktálja ennek a tempóját. Hát a tőke diktálja az ökoszisztémának az ökoszisztéma haláltusáját. Tehát én erre utalok. Te ennek most ennek kiszámítható, tehát az ökoszisztéma haláltusájának a tempója az most már kiszámítható, kitűnő modellek állnak rendelkezésünkre, meglepetések érhetnek, de csak kellemetlen meglepetések érhetnek. Tehát mondjuk kiderül, hogy a méhek ki akarnak pusztulni, akkor az emberiség 20 évvel éli azt túl.
de nem fognak kipusztulni, csak néhány lokális egy-egy országban, és akkor ott fognak az emberek elvándorolni, vagy kipusztulni. Szóval lesznek még itten móka, kacagás mindenki életetekben, ami ennél nehezebben kiszámítható, mert még több ismeretlenes egyenlet, az egy szociokulturális rendszernek a összeomlása. Mondom, erről annyit tudunk, a Tao Te King óta megszól, ez egy ősi bölcsesség, hogy minél szilárdabb, minél rugalmatlanabb, minél kikezdhetetlenebb és univerzálisabb, annál kisebb az esélye a túlélésre. Annál törékenyebb. Akkor törik, omlik, merem. És azok a kis zsengék, akiket addig olyan sikeresen elnyomott, azok de akkor én ezért nem alternatívát látom, jelentenek. Én ezért nem látom a természet haláltusáját, én azt látom, hogy a természet egy annyira csodálatosan megalkotott rendszer, amiben a zsenge, a rugalmas és a kemény és a merev egyszerre van jelen. Tehát a hihetetlen színessége biztosítja a túlélést. Tehát ki fognak pusztulni fajok, rengeteg, 100 számra, 1000 számra, de maradnak olyanok, amik bármit túlélnek, és azokból egy új élet fog sarjani. Lehet, hogy az ember velük megy a halálba, de az életet elpusztítani ezen a bolygón nem tudjuk. Ja, nem is erről beszélek, hogy az ember... Azért az ember az elég baj lenne. Igen, tehát azért az már elég lenne. Igen, hát lehet, hogy az lenne a legjobb, ha az ember az így kiszállna. Ennyire nem bírok mély ökológus lenni, nem. Én azt szeretném, hogyha az ember meg egy csomó gyönyörű kis szörös lény, meg röpködő énekes lény megmaradna, ha ezek nem maradnak meg, akkor engem a többi nem érdekel. Persze, hogy nem az élet pusztul ki a Földről, csak az a gazdag változatosság, amitől ma szép élni, annak egy töredéke jut az unokáinknak, és ez így kisül a szemem, érted? A szégyentől már kisül a szemem. Már nektek is kevesebb jutott. Hát csak itt Magyarországon, az én életemben, ami elrohadt, elromlott, kipusztult, ami már nincs, a szemét tömeg, tehát gondolj bele, a széndioxidtól a vasbetonig, mi marad utánunk? Fél óránként eltűnik egy faj. Mindenki másképp számolja ki, az mai élő fajok egyharmada a 21. században eltűnik a földszínéről, ez viszont az ökoszisztémának egy olyan roppanás, tehát ez egy összeomlás egy ökoszisztémának, ezt már nem bírja ki a rendszer, plusz még a klímaváltozás, szóval ez már egy lónak igen, is de sok. Én most egy nagyon egyszerű példát tudok hozni, egyeken a kertemben viaskodom az ecetfával, és azt veszem észre, hogy olyan hihetetlen erő van ebben a növényben, hogy elpusztíthatatlan, minden energiámat abba fektetem, hogy kiírtsam, és ha egy hétig nem vagyok otthon, egy méteres ecetfák vannak a kertemben, szóval én azt mondom, hogy gyerekek. Ez olyan, mint a politika, a kártékonyokat nehéz kiirtani, a hasznosok pedig alig tudnak megmaradni. Nekem azt tetszik, hogy kitaláltad a neoliberális technológiába vetett illúziónak az inverzét. Ugye a neoliberális technológiába vetett illúzió az úgy néz ki, hogy a csodálatos technológiai fejlődés, ami most már 2 évente 2-szer gyorsabb processzort találunk fel, az úgy be fog gyorsulni, hogy az emberi aggyal már felfoghatatlan találmányok fognak kijönni ezrével, és azok majd megoldanak mindent, meg csinálnak új ózonpajzsot. Ez egy vallás. És te ennek, ugyanennek az inverzét mondod, hogy nem, mert a természet az meg mindent túlél. Én mind a kettőt, ha hallom, csak egy dologra tudok gondolni, hogy fantasztikusan, ügyesen dugjuk a fejünket a paplan alá, vagy a homokba, csak hogy ne a saját felelősségünkről és az adódó lehetőségekről lehessen beszélni. Ma Magyarországon mi az a 3 dolog, amit lehet tenni azért, hogy ebben a folyamatban bármit tegyünk, hogy megváltozzon, milyennek a politikai lehetőségek vannak, milyen társadalmi lehetőségek vannak, milyen civil lehetőségek vannak. Itt volt most a Pangea Day, és nem volt rajta magyar résztvevő. Én ebben látom a civil aktivitásnak az alfáját és omegáját, amit jelenleg 0 közelinek látok. Én meg kikérem magamnak, amikor azt mondod, hogy az, amit én mondok, a homokba dugom vele a fejem. Én megmondom őszintén, hogy nem 3 alternatívát látok, vagy nem 3 lehetőséget, politikai, gazdasági, civil, akármilyen kulturális, hanem egyet látok az egyénben. Én azt látom, hogy neked meg kell változnod ahhoz, hogy a világ megváltozzon. Tehát én nem azt kiabálom az utcán, hogy szemét van az utcán, valaki szedje fel, miért nem szedik fel, miért nincs erre egy szervezet, aki felszedi, hanem hogyha zavar, felszedem. Tehát ez így kéne, hogy kinézzen. Mindenki kezdjen el tenni. És hogyha látják, hogy az, amit én csinálok, az jó, akkor utánozzanak. Én nem mondom senkinek, hogy csináljátok ezt, hanem én csinálom. Aztán lehet, hogy egyedül leszek vele, lehet, hogy 100 000-eket utánzok már le én is, nem tudom. Nem az a lényeg, hogy nagy szerveződéseket, nagy szervezeteket hozzunk létre, hanem az egyén fejében kell megváltozni valaminek. Szerintem azért ez egy hamis alternatíva. Rendszer csak rendszer szinten, vagyis minden szinten lehet reformálni. Tehát legalább annyira fontos, és összefügg a kettő egymással,
az egyéni gondolkodásnak, az egyének vágyainak és félelmeinek a megváltozása, másba reménykedjünk, mástól féljünk, mint a szüleink, és a politikai rendszer megváltoztatása, hogy más törvényeket hozzanak. De a kettő feltételezi egymást, mert te évtizedekig viaskodhatsz önmagad megigazulásával és az egyéni törekvéseiddel vagy a barátaiddal, megmentetek néhány fát, ahogy hosszú életem során néhány nyomorult fát meg tudtam menteni, tök jó, nagyon szerettem ezeket a fákat, de igazából egyetlen jól irányzott törvénnyel az összes famafiának a pusztító tevékenységét Magyarországon meg lehetne állítani, és itt ez nem visz, 10-20 év alatt Magyarországon olyan faiirtás folyt le, és 10-20 év alatt itt nem maradnak fák, olyan profi módszerekkel pusztítják, mindenki tudja, hogy mi az az egyetlen egyszerű jogszabály, amely ezt meg lehetne állítani, és a parlamentben még sincs senki, aki ezt a jogszabályt beterjeszteni. Tehát ezért nem hiszek abban, hogy ő rájuk kéne várni, vagy ő rájuk kéne... Ezért be kéne jutni valakinek, vagy egy ombudsmannak, vagy egy új pártnak, vagy valakinek, vagy egy régi párt bezöldülésének, ami ezeket az elemi követelményeket eljuttatja, mert az emberek az egyéneknek a szemléletváltása igazán azért akkor következik be, amikor látnak példákat, látják, hogy ez megy, ez működik. Tudod, van valami az egyén és a nagy politika között, és akkor ezt a szintet még hagy hoz, amit játékba. Ez pedig éppen a, hát ha úgy tetszik, a civil önszerveződés, amikor emberek összeállnak, van egy közös meggyőződésük, és ezt küzdelmes úton sikeresen képviselik. Ez az, ami Magyarországon hiányzik, mert itt mindenkinek, már a nagyszüleit is kiirtották, aki ilyesmibe gondolkodott. Itt mindenki az egyéni érdekérvényesítés útjait tanulta ki, az mindig működött, valljuk be, a legkeményebb rendszerekben is. És ezért nem megy, tehát nálunk, ha most mégis Magyarországon kezdünk gondolkodni, akkor szerintem ez az első, visszanyerni a civil társadalomnak az önállóságát, a külön mozgását a nagypolitikától, hogy ne a farok csóválja a kutyát, ne a pártok tematizálják a közéletet, hanem a civilek, és akkor előbb-utóbb valószínűleg egyrészt végbe megy, egyre több emberhez jut el a hír, végbe megy a szemléletváltás, és előbb-utóbb a törvényhozásban is megjelennek azok a fazanok, vagy annyira fognak már félni tőlük, mert ott állandóan kint dübörögnek a téren, hogy egyszer csak hoznak valamivel jobb törvényeket. Aztán a többi majd. Mert én hasonlót akartam mondani, hogy a Critical Mass, ami az egyik, talán az egyetlen igazán sikeres civil szerveződés, az tulajdonképpen nem akart semmit, biciklisek elkezdtek összejönni egyre nagyobb tömegben, és időnként azt mondták, hogy építsenek már még egy pár kilométer bicikliutat, vagy legyenek már biciklitárolók, vagy ez meg az. Apró kéréseket fogalmaztak meg, és hatalmas a sikerük szerintem. Hatalmas. Annyira sokan vannak, hogy Kóka Jani is mindig megjelenik, és velük együtt biciklizik. Erről van szó. Na, de erről van szó. Én is úgy örülök, amikor látom. Erről van szó, hogy amikor a politika azt mondja, hogy jaj, hát én nekem ez jó, ha ezek felé gesztusokat gyakorol. Tehát én szeretek fürdőzni az ő szeretetükben. Én szeretem azt, hogyha a tömegek imádnak, úgyhogy kimegyek és biciklizek köztük. És akkor onnantól kezdve ez már egy lépés. Tehát amíg elutasítanak az. Mihez egy lépés ahhoz, hogy a belem kiforduljon. Igen. Attól több bicikli út lesz, hogy ott biciklizik velük a Kóka Jani. Hát ez benne a felháborító, hogy ő számára ennek nem az az üzenete, hogy egyre nagyobb az igény ebben a városban a bicikli utak iránt. Hát majd felfestjük sárga festékkel. Felfestjük sárga festékkel a járdát, lesz, és akkor azt mondjuk, hogy építettünk 6000 km bicikli utat, hogy a Demszki ezzel kampányolt, és mit üzen ez nekünk, hogy ki kell menni biciklizni arra a napra, mert ez egy jó kampányprogram, ez egy jó üzenet a társadalomnak, én is biciklizek egy évben, egy napon keresztül, az összes többi napon, pedig az állami autóval furikázok, és visszaigénylem a benzinpénzt. Ne felejtsük el, hogy közben évente duplázódik Budapesten a biciklisek száma, ami lehet, hogy olyan, mint amit korábban azt mondták Kína növekedésével kapcsolatban, hogy jó, az nem mérvadó, mert nagyon mérő jön, igaz, így van, Budapesten tényleg nagyon kevés bicikli volt még pár éve, de most viszont nagyon sok van, tehát most már látványos, most már vannak. És ezt nem nevezném egy Kóka Jani féle egyszerű gegnek. Jó. Éljenek és virágoznak a bicikli utak, de ez valóban ez azok közé, az engedmények közé tartozik, amit ez a rendszer megengedhet magának. Hogyha már azért küzdesz, hogy mondjuk az állatokat ne embertelen szörnyű kínzás árán termeljék ki ezekben az állatgyárakban, ezt már nem tűri el, hogyha azért akkor küzdesz, nem szabad hogy... húst tenni, tehát hogyha engem de zavar... Dehogy nem, nagyon. Úristen, ez nem így van. Pillanat, hogyha engem zavar az, hogy egy holokauszt zajlik, akkor nem veszek benne részt. Ez a legkevesebb. Ja, igen, de amíg zabálom azt a csirkét, amit úgy neveltek fel, hogy soha nem látott napot, és egy beton ketrecben volt, addig miről beszélek? Részese vagyok. De hogyha egyenként akarod meggyőzni az embereket arról, hogy ne egyenek csirkehúst, akkor ez körülbelül 100 évig tart.
hogyha egy jó sikerült civil összefogással ennek keményen neki mennénk, akkor komolyan mondom, hogy pár év alatt meghoznánk azt a törvényt, amire várunk, egy-két év alatt. Amiről te, Dávid, beszélsz, az az, hogy vessük el az államszervezetnek, a népszuverenitásnak, úgy általában a civilizációnak az alapjait, és építsük az egészet újra. Tehát építsük civilizációt. Egy ilyen forradalmi lépésről van szó, nem? Tehát tulajdonképpen én megmondom őszintén, hogy ez a rendszer már elvetette a népszuverenitás elvét, itt már ez nem érvényesül, te nem arra szavazol, aki szerinted te kivonulni akarsz a társadalomból, és nem megváltoztatni. De te nem szavazol valódi jelöltre, hanem vagy az egyik gazdasági csoport, vagy a másik gazdasági csoport jelöltjére szavazol. Te arra szavazol, akit elittettek, hogy szavazhatsz rá. Ez nem választás. Azért hagyd mondjak itt valami konzervatívat, hogyha úgyis a jobb középen akartatok elhelyezni. Ez az ökológiai politika szerintem abban különbözik a modern politika irányzataitól, hogy nem felépíteni akar valami gyökeresen új társadalmat, hanem elhárítani azokat a rettenetes akadályokat, amelyeket a modernizáció különböző erőszakos útjai állítottak az emberek útjába, és ezek akadályoznak bennünket abban, hogy maguk döntsük el, hogy hogyan szeretnénk élni. Tehát több ebben, ami politikai programunkban az akadályelhárítás, mint a konstrukció, hogy majd mi létrehozzuk, másképp szabályozzuk. Meg kéne először nézni, mi az, amit egyáltalán nem kell szabályozni, és amit nagyon muszáj, azt persze, azt majd valahogyan hozunk törvényeket. Szerintem azért tartunk egy nagyon fontos pontján a vitának, mert az egyik dolog, amit éppen, hogy látok, bár nem hozzátartozik, hogy messze nem vagyok annyira tájékozott ezekben az ügyekben, mint a Dávid, tehát nem vagyok benne ebbe a jelenlegi civil, a mi generációnkat érintő törekvésekbe, de amit én látok, hogy van egy csomó ilyen lufi rendezvény, ami nagyon civil, meg nagyon trendi, meg nagyon jól működik, és közben teljesen legitimizálja a jelenlegi rendszert. Egy picit ilyen számomra a kritikám ez, sőt, akár nagyon ilyen számomra a kritikám ez, és ha mondtatok még ilyet, a úgynevezett Laughter Club, ami arról szól, hogy nevessünk, mert a nevetésnek milyen gyógyító ereje van, és nevessünk szerte a világon, és ez egy óriási mozgalom, baromi jó a marketingje, nagyon döglenek érte az emberek. Körülbelül annyi köze van, mint a Szeretem Magyarországot klubnak a nemzeti érdekekhez. Pontosan, és azt meg nem látom, hogy mikor fogjuk ezeket az egyre hatalmasabbá növő multikat, amelyek államokat uralnak és zsarolnak, végre valahogy kerékbe törni európai akarattal, mikor fogunk önálló politikát vállalni szemben az amerikai hegemónia törekvéssel és a kínai expanzióval, mikor találunk ki erre valamit, Én teljesen egyetértek a kritikálmesz, az szerintem is egy pótcselekvés. A kritikálmesz az akkor lenne egy normális rendezvény, hogyha nem jelentenék be, és nem engedélyeznék és zárnák le rendőrökkel az utakat. Ilyen és is nem... volt egy 2006-ban. Az normális volt, volt a progresszivitás. De megjegyzem, hogy... És minden évben meg kéne rendezni, de olyan napon, amiről a rendőrség nem tud, és a hatóságok nem tudnak, mert az kritikálmesz lenne. Adnak egy erős üzenete lenne. Ahogy ez New Yorkban zajlik. Hát valahogy úgy kéne. Valahogy úgy. Volt egy ilyen flashmob, nagyon jó flashmob volt Budapesten is. Azt kéne gyakran. Igen, ezt kéne. De megjegyzem, ti ezek szerint nem hisztek a fogyasztói bojkottban. Nem hisztek abban, hogy van egy cég, ami mondjuk durván megsérti a bármilyen jogát, akár a természetnek, akár az emberiségnek, akár bárkinek, bárminek, és akkor azt a terméket nem veszem. És a critical mass valamilyen szinten ilyen. Nem veszek autót, nem vagyok hajlandó autóba ülni, ennyi. És akkor, hogyha ezt sokan csinálják, akkor ez már egy jelzés, és már 20 ezer autóval lehet kevesebb a Budapesten. Vagy azt jelenti, hogy nincs pénzem autóra, vagy azt jelenti, hogy elegem van a dugókból. Ez az érvelés, hogy persze, az biciklizik, aki lúzer. Ez a magyar hozzáállás. De miért jelenteni minden esetben az? De miért jelenteni minden esetben azt, hogy aki biciklizik ma a Budapesten, az nem hajlandó autót venni? Ez nem igaz. Tehát beszéljünk már, ha a társadalomról beszélünk, akkor ez egy hazugság, Dávid, és ez nem fogok asszisztálni, hogy te azt mondjad, hogy azok az emberek, azok minden utasítják az autós közlekedést, akik ott vannak. Nem, azok egy nagy biciklis bandázásra készülnek, kevesebb, egy nagyon jó bulira. Tudnék egy autót fenntartani, mint amennyi a telefonszámlám havonta. Tehát ez egy nevetséges. Nézd már meg a benzinárakat, és nézd már meg a dugókat Budapesten. Ma az autó egyre kevésbé használható városi közlekedésre. És aki ebből levonja a következtetést, az nem zöld, egyszerűen csak gyűlöl várni a dugóban, és egyszerűen szeretni gépsonkára költeni a pénzét, ahelyett, hogy benzinre költeni. De jól teszi, az már a mi emberünk. Tehát aki a saját önző érdekéből rájön arra, hogy őt átverték, amikor először kiszekírozták a városból valamelyik ilyen szuburbán településre, onnan naponta másfél
órát be, másfél órát ki a dugókba, hogy az egész életforma el lett szúrva, hogy a gyereke menekül vissza a belvárosba egyébként fuldokolni a smogba, mert ez még mindig jobb. Tehát ezek az emberek, ezek keresztül semmivel nem butábbak, mint ti, és keresztül mennek, töprengenek, hogy akkor hogy volna jó, rájönnek, hogy sehogy se, és ez a rendszerkritika, a radikális rendszerkritika kiinduló pontja, ez a sehogy se. Vagy nem az volt a kérdés, hogy most akkor mire költsem a pénzemet, telekre, kocsira, vagy nem tudom mire, hanem hogy ebben a rendszerben nincsenek jó megoldások.